Szóval maga! Maga miatt nem volt Imiszkó csatornáján egy hétig videó. Maga lopta el Imiszkó gépét. Ezért nem tudtam videót készíteni. Tudja mindenki a nagy gyilkosságot. Jó étcsöves. Hát igen, ez a tisztelt hobó. Kapja be a faszomat, már bocsánat. Ez lopta el Imiszkó gépét. Hát ezért nem volt egy hétig videó. Na jó, nem, jóból is megárt a sok. Hát szevasztok, srácok. Egy hét után most már azt kell, hogy mondjam, élmény az, hogy videót készíthetek. Sajnos az elmúlt egy hétben egyfelől nagyon el voltam havazva, másfelől pedig nem volt semmi kedvem sajnos videókat készíteni, videókat gyártani. Így hát tényleg nagy szomorúsággal kell elmondanom, hogy nem volt 7-8 napig videó. Sajnálom tényleg, srácok, ilyen nem nagyon várható a jövőben, csak hát most ez egy ilyen kis periódus volt. Ennyi volt mindösszesen az oka annak, hogy nem volt videó. Egy kicsit bugos most a jármű textúra, ahogy látom, na mindegy, ez már ilyen. De most itt a legújabb beta San Andreas végigjátszás rész, úgyhogy toljuk is ezerrel a lecsót, kiráncigáljuk Csoki fiút, és elindulunk. Hát először is lehet, hogy bemegyek nyomni egy kis kondit, pár kilót magamra veszek, mivel előző részben aztán nem mentünk el kondizni, már elfelejtettem, szóval ja, kezdhetünk a kondiba. Ja, és a részben szerintem Tempeninél fogunk majd kezdeni hamarosan, csak hát egy pár kilót azért nyomjunk föl, hát az egy tisztességesen CJ. Kell, ja várjál egy kicsit, szerintem én már fölnyomtam maxra az izomzatot, várjál egy kicsit. Nem akarok súlyzózni, mert azt hiszem én már fölnyomtam maxra az izomzatot, akkor nem is jövünk kondizni. Úgy emlékszem legalábbis. Jaja, jó, hogy eszembe jutott, egy kis staminát megpróbálunk növelni. Kettes szint mondjuk, hogy jó gyorsan fölmenjen a power maxra. És akkor egy kicsit tekerünk. Természetesen CJ tekerje úgy, mint amikor kiskorodban még izé elloptatok a tévét a szomszéd, vagy tévét loptatok a szomszédokból. Úgy kell körülbelül most tekerni. Jól van CJ, fasz a gyerek vagy. Kicsit föl akarom nyomatni az állóképességet, mert azért nem ártana bizony, hogyha az is eléggé magasan lenne. Sőt, mi az, hogy nem ártana? Kurva jó lenne egy magas állóképesség. Hát egy olyan, nem tudom, most ameddig csak lehet, tekerni fogunk. Na, emelkedett a stamina. Ez igen, ezt már szeretem. Mert azért tényleg srácok, belegondoltok, sokkal jobb úgy, hogy izé, minél tovább tudunk sprintelni a minden. Azért, nem mindegy. Jó van, hát várja, egy kicsit még valamit meg akarok nézni. Aha, a fett az nullán volt, tehát az elhízásunk nullán volt. Jó, akkor azért nem megy lefele az elhízás. Oké, egyből hatos szint, az igen. Ó, ha ezt tudtam volna, nem léptem volna ki. Gyerünk, jó. Ennyi, fölvittem a powert maxra. Akkor csak tekerjünk igazából. Igaz, hogy kurva szar ez a tekerés, mert nagyon fáj közben a kezem, nem mindegy, stamina már megint emelkedett. Jobban megfejdül az ember keze, mint hokizás közben, már bocsánat, de most tök komolyan ez az őszinte dolog. Őszinte dolog, én is tudok, na mindegy, szóval ja, srácok, tényleg elnézést még egyszer ezúton is, hogy nem volt videó. Ja, meg amúgy tényleg hamarosan elérjük a 2000 subot természetesen. És ennek tiszteletére a jövő héten, ne felejtsétek el, 2000-re beígértem egy 12 órás élőadást. Hát természetesen úgy néz ki továbbra is, hogy ezt a 12 órásat még megtartom. Noha még a régi PC-m van, de akkor is megtartjuk ezt a 12 órás adást. Jelenleg legalábbis nagyon úgy fest, még azért persze nem ígérek semmit. De nagy rá az esély, meg lesz a 12 órás live a jövő héten. Most ugye vasárnapban, amikor ezt a videót, hogyha mindegy, azt felrakom. Szóval ja, jelenleg 15 sub kell a 2000-hez, az pedig tuti meg lesz a jövő héten. Egyébként megint emelkedett a stamina, ezt már szeretem. Az igen, 9-es szinten vagyunk, srácok, és a power majdnem maxon van, ez igen CJ. Azért ez nem semmi. Jó, a 3000-et úgy letekerek, aztán az úgy elég. Sőt, nem, addig tekerünk, amíg ki nem írja, hogy még egyszer emelkedett. Na, 10-esen elérem a max szintet, hát nem megy, max szintet azért nem érem el. Kicsit vegyük lejjebb, várja. Jó, ennyi elég lesz. Azért jóból is megárt a sok. Tudtam volna még tudod volna még CJ ma tekerni, de már nagyon megfájdult a kezem, szóval ennyi elég lesz. Azért a fappolásra is kell hagyni egy kis időt. Na jó, nem, mert tényleg itt izé ki tudja mit hisztek. Irány akkor Tempenihez. És akkor elkezdjük a korrupt jackáknak a küldjeit. Igazából tényleg haladunk elég rendesen, ahhoz képest, hogy ugye heti egy rész van. Jó, mondjuk heti kettőt ígértem, jövő héten már tényleg két beta rész leszek, most a GT 4-et is szeretném folytatni. De ahhoz képest elég mondhatni, tényleg jól haladunk, már hamarosan kimegyünk vidékre igazából, srácok. Még egy-két küldi vár ránk itt LS-ben. Please don't say... Jó, nem indul a zene, úgyhogy egy kis kérósz nyomatunk.
Hát egyébként kezdek el bizonytalanodni ezekről a beta küldikről. Megjelőre egy sem nagyon akart. Várjatok, ott nem egy dealer volt? Az ott egy dealer? Eltűnt. Ám egy ugyanilyen skinű emberke volt. Ja, csak így befele nézett, ezt azt hittem egy pillanatra, hogy dealer. Szóval kezdek el bizonytalanodni én erről a izéről, hogy vannak beta küldik srácok. Mondjuk Tempeni tényleg megváltozott a küldetés jele. Ugye ott a C betűnél ilyen rendőrségi sziréna is ott van. De kétlem, hogy benne lennének beta küldjeink, sajnos egyre jobban kezdem azt hinni, nem lesznek. Na mindegy, ha lesz, ha nem, most már nyomatjuk neki. Burning Desire. Igen, ez továbbra is az alapjátékban is megtalálható küldi. Most találkozunk a házi sárkánnyal, akinek legszélesebben a halálát kívánnám már most. Ugye az előző végigjátszásban ki is nyírtuk. Természetesen Dennisről van szó. De itt CJ nem ismeri, úgyhogy nézzük szépen ezt a szexi átvezetőt. Leülök ebbe a dzsubás pulóverbe. Hát már ki tudja, milyen büdös lehet. Nincs mosógépem. Na, anyabaszók, beszéljetek. Officer Pulaski egy buzi. Ezt eddig is tudtuk. Na jó, na, nézzük. Vian, you are. Milyen szexi kis macska szakállad van, Tempeni. Ez igen? Ez igen, macska szakáll, inkább macska bajusz. Hallgassál már, Pulaski, hogy nézel ki. Reggel a WC-ben szebbet hagyok, mint te. Na, oké. Oké, mit kapok? Adressz, nem kell ide adressz. Gangbanging. Uha, gangbangről van szó, te jó Isten. De igazából, ja, a Vagosz egy kicsit bekavart. Ja, jó, nem tudom, hogy miért kell nekünk egyáltalán oda mennünk egyébként. Ezt még, ha benn volt a magyarítás, nem is emlékszem, hogy volt az egész lefordítva. De mindegy, menj a faszba, valami olyat mondott nekünk. Szóval nagyon nem értem ennek az egész küldének a lényegét. Ugye van ez a... izé. Tempeni elrejtett egy pár molotovot, nem áll egy csomó gránátom most püstbe vész, na mindegy. Igazából csak azt nem értem, hogy ugye... minek kell CJ-nek egyáltalán oda menni? Ugye most az a küldi, mikor izét Dennis Robinson-t, a kis örömlányt megismerjük. De mi a szarért kell CJ-nek oda menni egyáltalán? Miért? Miért bántja az, hogy a Vagoszot bulizik? Ez miért bántja egyáltalán Tempenit? Na mindegy. Én kifüstölöm őket. Hát tudjátok, melyik küldi, ezt szerintem mindenki tudja. Ez az alapban is benne van természetesen. Jaj! Baszki! Azt hittem, hogy idén nem fogok autókat törni. Ez volt az újévi fogadalmam, hogy egy autót sem török meg a GTA-ban. Hát jó. Eddig tartott. Na, fölveszek ezt a Molotov koktélt. Királyság. Hát nem királyság, mert odaveszett csomó gránát. Hát kár érte. Annyira nem szeretem a Molotovot. És mindegy, el kell mennünk a Vagoszhoz, és hát ki kell füstölnünk őket. Ó, az igen, mennyire edvás ballasz. Itt egy kicsit legyünk figyelmesek, mert dealer ezen a területen nagyon gyakran szok mászkálni. És ez egy plusz 2000 dollárok bármikor jól jönnek az ember fiának, szóval csak figyeljünk, srácok. Hát, hogyha bedob egy-két dealer kölköt. Na, egyelőre nem látok egyet sem. Jó van. Hát akkor bevágjuk a Molotovot. Tű, torch the house. Ugye a Vagosznak nem változott meg a skinje. Az igen híres nagy kemény módjára füstölsz. Az nem mit csinálott? Az nem mit csinálott? Te jó Isten, már le is screenshotoltam. Nem tudok dönteni, hogy melyiket öljen meg első körben. Ti kit lőnétek le első körben? Ezt, legyen ez, majd ez. Hova tűnt az autószerelő gyerek? Itt van, ajaj. Headshot, oké. Ennyi volt a dal. Nem mondod, hogy innen nem talált el a gyerek. Na jó, hát engem nem zavar, de eléggé cinkez ránézve. Boom! Egyet bevágtunk. Oké, okay, nicely, mert minden szar. Kettőt dobtunk be. Lehet jönni homokzsákok. Fölvettem a rendes kis pisztolyt. Kicsit fel akarom nyomni a tapa. Ajaj! Jól van. Igazi master módjára kinyírtam őket. Hújj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 
eltettem az útból, elpatkolt a gyerek. Oké, újabb molotovot bevágunk, és bevágjuk az utolsót is. Föl van gyújtva az a kódszerály, viszont látásra gondolná magáról a csóri gettós gyerek. Erre pedig mi fogad minket? Kitör az ógre. Shrek, te vagy az? Na jó, ez nem Shrek. De Fionát meg kell mentenünk természetesen. Te jó Isten, mentsük meg Fionát.
Minek kellene Fiona? Hát én is tudok, amúgy csak hülyeségben mondom, még mielőtt végén valaki tényleg azt hiszi, hogy Fiona a neve. Mi a szarnak tették bele Deniszt a San Andreasba? Hát én egyből ki fogom nyírni, még majd mindjárt felviszem bele a kapcsolatot Maxra, nem? Azért, hogy odaadja nekem azt az autóját, amely Las Venturasban mindig megtalálható. Na mindegy, micsoda ködök vannak. Girl, dögöljön meg a girl. De ha megdöglik a girl, akkor mission failed-et kapok, mert megdöglött a girl. Tök jó szó az, hogy girl. Ti is így gondoljátok, hogy girl? Na jó, nem, ez már hülyén hangzik, hogy girl. Na jó, fejezzük már be. Tényleg inkább oltsuk el a fire-t. Na nézzük. Ja, itt nem kell oltani. Gyulladjon a férgese. Ide felszaladunk, az igen, átmegyünk a tűzön, mert mindenem. Bár még nem vagyunk tűzoltó, vagy tűzállóak. Jó lenne, srácok, egyébként. Már ezt a küldit amúgy úgy lenne talán legjobb, hogyha megcsináltuk volna a tűzoltós melléküldit, hogy ugye már tűzállóak lennénk, na mindegy. Oh my god, kussolsz! Na, gyere gyorsan, megmentelek te kis szuka. Sajnos meg kell menteni. Utálom Deniszt, még kell megmenteni, nem áll. Jó van, quickly, quickly. Quickly, quickly, én is tudok. Jó van, má! Shut up! Gyere, örömlány! Tűrű, húha, húha. Fenn a hegyeken. Na jó, gyere, gyere, Deniszt, gyere gyorsan. Gyere, gyere. Gyere, 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 hadd szóljon a zene, hol vagy Deniszt, Deniszt, Deniszt. Deniszt in the fire! Na gyere te girl! Kimegyünk innen te girl. Eloltjuk természetesen a fire-t. És akkor távozunk. Hol van a kijárat? Már én sem tudom, jó van erre. Figyeljétek meg, a lány elmaradt, jó, itt van egy kis pénz. Remélem, hogy nem Deniszt seggéből szedték ki ezt a pénzt. Gyere Deniszt, gyorsabban, gyorsabban. Szedd a lépődet. Deniszt, aztán ide benne hagyjad a nokedli szaggatót. Érték azért maradjon. Nem tudsz nokit, remélem legalább nokedlit szaggatni. Tudod Deniszt, nem kéne fölöslegesen megmenteni. Menj már el innen! Nem kell csókolgatni, fúj! Fúj! Menj már innen! Deniszt! Fúj! Jó van. Nem ülünk be rendőrautóba, mert akkor benedvesedne Deniszt. Az igen tesó! Köszönöm szépen! Hogy a flui mucil legyen veled? Elütötték Deniszt, ezt nem hiszem. Húha, most megzöglött volna, miért rage-eltem volna. Na mindegy. A Groove Street-el lakik a kis örömlány. Hát igen. Jaj, dealer? Nem, ez sem dealer, a lohadt életbe. Lohadt, én is tök úgy lehetett érteni, hogy azt mondom, hogy lohadt életbe. Na mindegy, mi a szar ez? Golyóálló autó? Vagy golyóálló? Törésálló autó? Mindjárt kiderül. Azt hittem, ó, akkor nem éri meg. Ott egy dealer, az már tényleg dealer. I can't be in the church. Oké, elütjük a homokost, gettóban nincs füvezés. Jó, megdöglött, $2000, köszönöm szépen, és akkor már át is lépjük a $25000. Azért az már jó kis, jó kis pénz. Szálljál befele, Deniszt. Viszont látásra soha többé nem találkozunk. Szevasz, nem kell lesz ide. What's your name? Deniszt, Deniszt Robinson, jól van. Nem foglak fölhívni soha. Főleg, hogy a San Andreasban még nem is tudunk telefonálni, na mindegy. Viszontlátásra, soha viszontlátásra akarom mondani, jó van, nem kell kecsülét örözni. Nem megyünk el randizni meg semmi. Eridj a kurva anyádban, na. Jó van, végre, mission pass. Sajnos már ott a szívecske, Deniszt a csajunk. Ez ilyen, Deniszt is your girlfriend now. Keep her happy and she love you. Te jó Isten, hogy azt mondja nekünk, hogy Deniszt már a barátnőnk. Hogy Ted Ball, vagy nem. Találkozz vele? Nem emlékszem, mit írta, mindjárt megnézzük. Stats, brief. Deniszt, igen, Deniszt your girlfriend. Tartsd boldogon, vagy legyen boldog, és szeretni fog. Úristen. Ted boldoggá, bocs, azt jelenti valószínűleg telefoncsörgés közben. What's up, sweet? We got a problem. Na. Őha, Groove Brothers, őha gyerekek. Jó van. Oké, okay, Glen Park, meg minden. Most már, és ettől pillanattól kezdve, hogyha elindítjuk Sweetnek a kövi küldét, ugye megkezdődnek a banda háborúk. Oké, jó, elnyomjuk. Annyi a lényeg, hogy Sweetnek most már újra tudunk küldét vállalni, és hogyha elindítjuk a következő küldét Sweetnek, akkor megkezdődnek a banda háborúk. Jó, lehet, hogy még a mai részben belevágunk. Ki tudja. De először is mindenféleképpen mentünk egyet, oké. Megnézzük legalább hányadika van, most úgysem tudom. Te jó Isten, január 15-e van. 7-én vagy 8-án volt utoljára San Andreas, de inkább 7-én. Azt a kutya mindenit.
Jó van, azért rosszból is megárt a sok. Mi legyen most? Nézzük meg a homokzsák Rydernek az utolsó küldét. Hát nézzük meg a homokzsák Rydernek az utolsó küldét. Én azt mondom. Azt mondom, srácok. Rubbing Uncle Sam. Oké, hát ez egy utolsó fos. Vagy amúgy ez őrző angyal? Valami ilyesmi volt a magyarításban a neve, azt hiszem. Ryder, niga, gyere már. GCJ. Miért nem fejezted be a középiskolát, vagy high school? High school azért, mert túl hülye gyerek voltál. Akkor miért nem fejezted be azért, mert menstruáltál, aztán nem tudtad, hogy mi az. Fegyvert emeltél arra a tanára, amelyik balla színeit viseltel. Sajnos, bár ilyen gyerek lett volna Ryder, akkor cimborám lenne, hogyha balla színeit viselő mamókára rámelni a stukkert. Túl intelligens volt hozzá, gyerekek, vágjátok? Génius, a Ryder a génius. Jézusom, oké. Jó van, elég volt ebből az átvezetőből. Elnézést, hogy ajánlottam, akit érdekel volna az átvezető, de egyszerűen egy, az nem akarom húzni az időt, kettő, ezt, hogy utálom Rydernek az átvezetőit, meg a pofáját is utálom. És most egy ideig nem fogunk találkozni, te kis csicseri borsó. Ez igen. Ryder túlzottan is beleolvadt az ülésbe. Ez igen. Ocean Ducks. Oké. Akkor ilyen az Ocean Dockokba. Hát tudjátok, melyik küldi ezt, srácok, személy szerint rühellem, mint a szart. De természetesen ezt is teljesítenünk kell. Ja, jó van, nagy kár érte. Minek kellett a Rydert beletenni a GTA-ba? Nézzétek már meg, te jó Isten, te beleolvadt az ülésbe. Rider. Eddig is hülye voltál, most még hülyébb lettél. Never and touch, you know. Hát tényleg amúgy nem nagyon kedvem ezt az utolsó küldét, mert ez egy szar szerintem. Hát ugye ez a targoncás, mikor viszünk el ilyen rádákat innen a kikötőből, de a menekülés részét nem szeretem. Megmondom őszintén, mert nagyon sokszor Mission Field-et kaptam annó 70-ben, még mikor kis fiatal pöcs voltam, mindig elcsesztem ezt a küldét, mert fölborultam mindig, vagy szétlőtték az autót, de legtöbbször csak fölborultam, és hát rohadtul utáltam ezt a küldét mindig is. Na mindegy, sajnos teljesítenünk kell, nem vették ki a béta kedvéért sem. Megnézzük, hogy miről szól ez a küldi. Megérkezik természetesen a Jeep, mert minden. De én nem úgy élőben rohadtul vezetnék egy ilyen Jeepet, nem tudom miért, de vonz egyszerűen. Na mindegy. Grove Street OG, oké. Na szóval csak azt volt elkünk az a fatökű Ryder, hogy ezek izék. Hétvégi kat, vagy hétköznapi katonák, mert mindig ott van az ülésben, te jó Isten. Ryder beleolvadt az ülésbe. Oké. Hát ez nagyszerű. Ez nagyon gyönyörű. Na innegy, fölugrunk ide. Jaj, most jól jött volna a hangtompítós. Hát ezt már is csesztem. Azt a kurva, az a baj, hogy kurvára nincsen golyóálló mellényem, és ez így nehéz lesz. Fölvehettem volna a golyóállót ehhez a küldihez. Hát most már mindegy, És be kell keményítenünk ezerre. Honnan lőnek a kiskutyák? Onnan lő egy. Ez igen, egy lövésből kinyírtam. Oké. Ugye tudjuk, hogy guggolva sokkal könnyebben célzunk, természetesen meg pontosabban. Oké, még egy lövés. Spórolni kell, mert nincs sok alka... Anyádot! Ryder! Bazd meg! Miért kell kiabálni? A bocsánat! Ilyen nincsen! Jó van, te vigyázol rám! Ameddig csak lehet, mármint na. Értitek, elkezdi a Ryder, majd fedez minket, ha? Rohadtul nem fedez, hülye gyerek. Na, mindegy. Hogy is kell? Elfelejtettem, ja így. Oké. Négyessel. Ja, oké, megvan a 8-assal. Fölemeli, így van, num 2-vel meg leemeli. Jó van, most jó, hogy kiírták a tutoriál, most jól jött. Egy dobozt már be is raktunk, még 5-re van szükségünk. Egyébként a megmaradt dobozokat érdemes szétlőni, mert bármi lehet benne. Emlékszel, ezt még Norbi papa írta nekem annó, már 3 éve lassan. Még 2014-ben, az igen. Még annó mi? Még mikor fiatal gyerek voltam, mert minden. Ja. Változnak az idők vele, öregszem én is. Na jó, nem. A gettó örök szépség, de attól még. Ryder egy búzi. Nem mondod, hogy ezt nem bírom fölvenni, mert beszarok. Shit CJ, shit CJ szar. Mi? Na mindegy.
jó van, nem érdekel, hogy szar... Ó, bazeg, eléggé szarban a haza, látom, Ryder mindjárt megölik. Hát olyan ratyi ez a Ryder, ő mondta, hogy egy hétköznapi katonák ezek meg minden, de az egyet sem tud kicsinálni. Hol a molotov koktél? Nincs is molotovom? Bazd meg! Miért nincs molotovom? Jönnek, az a baj, ezek a buzik, aztán fedezni kell Rydernek a seggét. Ej, na mindegy. Itt például ezt a dobozt most szétlövöm. Várjál, Sotival egyszerűbb, célszerűbb. Mi volt benne? Az igen, üres doboz. Ez egyre jobb. Ebbe se volt semmi. Ebbe se volt semmi. Ez igen, vagy a bétában nincs is semmi a dobozokban. Kurva jó. Gyerekek, remélem, hogy nem is találok semmit. Most elbasztam fölöslegesen két ládát. Na mindegy, vissza kell mennünk gyorsan azért a másikért. Remélhetőleg ezt még föl lehet emelni. Szerintem föl lehet, miért ne lehetne. Na. Elborult egy kicsit, igaz? Elborult az agyvize. Na. Így már jó lesz, nem? Basszus, de jó, föl tudtam emelni, jó van, megnyugodtam. Gyerünk már, CJ, ne buzulj. Ne szórakozzál már, CJ, mi a szar van? Ó, verjem, azt hittem, hogy fölborulunk, ho-ho. Megtáltosodott a paripa. Jó van, csak azért. Jaj, ketten is lövik, jújjúj. Most lesz mission fail, nagyon úgy érzem. Bom! Szőke cigány, van! Na, jó van, jóból is megárt a sok. Oké, ha bele kell húzni, ezt a kis homi nem él már túl sokáig. Nehogy most kapja mission fieldet, mert azt hiszem itt lesz szám Rage Compact, mert minden meg. Nekem sincs valami sok életem. Jó van, utolsó előtti doboz már. Most nem fogunk itt maradni szétlőni a dobozokat. Nem is tudtam, hogy a beta versionben még izé nem tették bele, hogy a dobozokban lehet találni valamit. Mi a megijön valaki? A rohadt életbe már. Nézzétek meg, srácok, én sokkal messzebbről, mint a Ryder, egy lövésből headshotot adok. Az meg kb. 30-szor lő, egyszer nem találja el a rohadt katonákat. Tehát ilyen a mesekönyvekben nincs, ilyen az én Barbie könyvemben nem volt, amit még 3 évesen olvastam. Na, jó van, sikerült. Szálljál befele, hülye pöcs. Jó van, get up, még egyszer CJ-zel, akkor a szart is kiütöm belőled. Na, igazából meg akarom nézni még egy dobozt, csak kíváncsiságból. Jó, hát most már tudjuk, nem pazarlok erre több lőszert, akkor ebben nincsenek a dobozokban semmik. Az igen, kár érte, mert tényleg lehetett jó kis shotikat szerezni, minden szart, tehát most nincs. Ez van, ez ilyen. És akkor most jöhet a menekülés. Uha, már is jön a Patriot, nem minden szar. Ajaj. Ajaj, gyerekek. A gettó legyen velük! Ajaj. Ajaj, rám jön a kongörcs, hogyha így folytatjuk. Ajaj, még elütöttem Arnold öccsét is. Jajaj, beadták az egyest is. Jújjúj. Jó van, egyenesen nem megyünk, mert nem lehet arra elmenni, hanem erre kell jönni. Jó van, errefele egy csomó utat megspórolunk egyébként, mint hogyha másik irányba mentünk volna. Jaj, nem, mi a szar ez a droppolás, te jó Isten, ne droppolja, hely! Hely, puta madre, nem minden szar. A ballaszt ledobhatnád egy ládával, Ryder, de nem, most nem pazaroljuk a ládákat. Mondjuk itt se úgyse kapunk egy dollárt se ezért a küldér, de tök mindegy. Azért becsület kedvéért én teljes ládányit hozok ide. Jó van, itt vagyunk. Oké, itt vannak Grove Street-es barátaink. Add már oda azt a csukját, rólad meg levágom azt a hajkendőt, vagy fejkendőt, gyerek. Ha lepázik a nagy fejem ebben a nagy esőben. Jó van, mission passed, respect plus. Tű. Na gyerekek, mi jön most? Banda háború? Vagy pedig biznisz a ruszkikkal? Én azt mondom, hogy inkább bizniszeljünk a ruszkikkal. De Ágin most például a graffitimet hova rakták? Nem tudom. Papó! Ez igen, két papó. Jó, ez a papó, ez töktelen volt. Ez elég tökös papó volt. Ellopom a póniát. Azt hiszem ez póni volt. Vagy milyen? Nem, burító. Ó, a burító az tényleg elég ritka jármű, srácok, egyébként. De elég jó kis kép. Jó, ha már itt vagyunk a kajáldánál, akkor egyet bekajálunk, mert jól jönne az élet. Meg ez a küldihez. Igazából megint itt van a papó, ilyen nincsen. Bam, bam, menstruál a papó. Az jó. Na, jó van, bemegyünk kajálni, mert az elhízásunk is nullán van, ugye? És hát így idő után lemenne az elhízás, vagy lemenne egy idő után a... az izomzatunk, mert minden, szóval be kell kajálni. Ugye előző rész végén akartam kajálni, csak okádott a CJ, aztán nem tudtam. Jó van.
jó van, benyomunk még egy kettőt. Köszönöm szépen, ennyi így elég is lesz. Mert ugye saláta ételt ettem, ja, aztán a saláta az nem vitte föl az állítást, tehát ez egy ennyi egyszerre egyelőre jó lesz, szóval. Akkor veszünk föl még egy golyóállót is, vagy hát, ja, ez nem ammunition, ami itt van, jó van, az ammunition az ugye még nem nyílt meg, az majd csak Sweet első, vagy Sweet mostani küldé után fog megnyílni ugye az ammunition. Pont most, hogyha oda mennénk, de hát nem megyünk oda, inkább temperjel megnézzük az utolsó előtti küld, vagy az utolsó küldét itt Los Santosba. És szerintem körülbelül két rész múlva már megyünk is ki vidékre, hogyha minden igaz. Lane needs to go. Csak előtte ide elugrunk természetesen, mert föl kéne venni a Stukkert. Meg kéne egy kis golyóálló. Úgy az igazi ez a küldi. Tényleg azért most ugye a ruszkikkal fogunk csatázni Tempeni küldjében. Ez a küldi egyébként nagyon tetszett, és én nagyjából bírom amúgy itt Tempeniek a küldjeit. Igaz, hogy Tempeni egy utolsó szőrösseggű köcsög, de a küldjeit azt bírom. Azt bírom. Szóval, ja, azzal nincs gond. Itt is felveszünk a golyóállót, király meg minden. Jók vagyunk. Így azért már megvan az esély arra, hogy sikerüljön a küldi. Ja, egyébként srácok, kértetek tőlem a béta telepítéséről egy tutoriál videót. Ezt a jövő hét folyamán mindenféleképpen el fogom készíteni. Mivel nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy csinálja belőle a tutoriált, így el fogom készíteni. Csak most egy kicsit lehet, hogy azt hiszitek, hogy húzom az időt, de nem húzom az időt, de én ezt a járművet fel akarom egyszerűen tuningolni egy pöppet. Milyen járműveket tárolok itt, te jó Isten, ennek a burítónak mindenképpen helye lesz itt, a Banshee tárolok meg ezt, mindjárt veszünk akkor egy házat. Mentek előtte egyet, srácok, csak utána veszünk egy házat, mit szóltok? Úgyis el kell kezdeni vásárolni ingatlanokat is. Oké. És akkor megveszek egy házat. Az utolsó küldi előtt, mert föl kéne, azt hittem már eltűnt az a jármű, föl kéne tuningolni ezt a vezérgépet. Olyan házra lenne szükségem, amihez jár garázs is, mondjuk ez itt Idlewood területe fele. Ezt a kérót megveszük, aztán az pont csak 10.000 dollár. Na igazából most itt nem annyira számít a játék ezen szakaszán a pénz, kimegyünk San Fierro-ba, meg tudjuk csinálni az import-exportot, ott majd úgyis dőlni fog a lé rendesen. Egyébként srácok, minden bizonnyal ezúttal is 100%-os végigjátszás lesz, és hát én most már nem fogok a graffitikkel szarozni, majd megint akkor, mikor visszatérünk, és lehet, hogy majd megint videó, majd lehet, hogy majd ezúttal videón kívül fogom őket lefújni, de mindenféleképpen ezúttal is 100%-ra szeretném kitolni. Várjál, ez nem jár garázs szerintem. Aha, 10.000 dollár, de ez nem kapunk garázsot, a szomszédházban van a garázs. Ajaj, nekem ne jöjjenek a buzik. Akkor, hol van még Kéró esetleg? Na ehhez viszont tuti, hogy jár. Ugye ez egy hotel szoba, de ott kapunk garazsat, én emlékszem, szóval oda elmegyünk. Csak előtte föl tuningoljuk a vezérgépet. Kíváncsiak, ezt a burítót megnézném tuningolva, eléggé vonz, eléggé izgat. Félre ne értsük természetesen. Tiri, tiri, tiri. And my baby, she's all night. És akkor a kövi részben, sőt lehet, hogy már a kövi rész után megyünk ki vidékre, nem tudom srác, hogy igazából, mert hogy így haladunk, hogy minden részben három küldi, akkor aztán nem lesz olyan hosszú a sorozat, mert kurva sok küldi van a szándrázzán mindenki, különösen, hogyha 100%-ra toljuk ki persze, de akkor is három küldi részenként jól lehet haladni eléggé. Suck and the wonderful, tűrűrűrű. Na, egy kis pénzt beleverek ebbe a járműbe. Suck and the wonderful, yes it is. Transfender, megnézzük, hogy mit lehet rá tuningolni, spoiler, meg minden. Nem á, ezt nem lehet tuningolni. Jó van, akkor srácok, akkor nem veszünk meg házat, mert csak azért akartam volna, hogy ezt a burítót föl lehet tuningolni, de hát ezt nem lehet, szóval akkor ez ki van lőve. Na mindegy, akkor irány Tempeni. Gain a vidgem. Gain a vidgem. Oh yeah! Gain a vidgem. Oké, itt vagyunk. És akkor nézzük a Tempeni küldiét. Gray Imports. Carl! Menj már el innen, te homokzsák pulaszki. Mi a szart szórakozol velem? Na, mi van, tesó? Mondjad. Tesó? Ez inkább egy homokzsák, nem tesó. Na mindegy. Carl, I'm hurt. I truly am.
Na, jó van, tempeljem kell itt a buzulást. Térj a lényegre. Még egyszer szart mondasz a Grove Streetre, leszarlak. Na. I like having, uha. Szerintem te azt akartad mondani, hogy I like cock. Na mindegy, tempeni, beszéljünk a lényegről. Te van tribe, igen. Annyi nem fordítgatok, hát elnézést, srácok, hogyha valakit annyira érdekel, hogy mit pompognak, akkor láttátok szerintem már elégszer magyarul a San Andreas. Oké, a ballaszék biznisz ellek az orosszal. Oké, ez nem tetszik nekünk természetesen. Oké. Jó van, bazd meg magadat, tempenél minden. Oké. Na, kussoljál be, Pulaski, mert leszarom a fejedet. Na, jó van. Oké, itt van egy pénzszállító. Hát kár, hogy ezt még nem tudjuk kirabolni a San Andreasba, csak a GTA 4-ben, ugye? Ó, moci! Már mindegy, ennek már este van. Mindegy, srácok, akkor irány a dokokba. Azt mondta nekünk tempeni, ugyanis, hogy van egy kis balhé ott, az orosz meg a ballasz banda bizniszel egymással, és hát természetesen ezt nem hagyhatjuk, papót kiráncigáljuk. Ez igen, tényleg ez valami gazdag vénfasz lehetett, jó sok tini kurvája lehetne a mai világban. Bár mondjuk gondolom már 92-ben is kapkodták a vénfaszokat az örömlányok, főleg hogyha ilyen bansival jártak. De tényleg azért rájön már meg a menet, hol érzik magukat a papók, hogy izé. Látni se látnak, aztán izé, bansival mászkálnak, te jó Isten. Ennyivel döcög a bansival a papó, figyeljétek srácok, kb. Ennyivel ment. Hát ennyivel kell menni, hogyha valakinek bansi van, te jó Isten. Így neki kell nyomatni a gázt, hogyha bansival közleked. Wom! Yeah! Wow! Az igen, bicós gyerek, nagyon keménynek éreztem le. Itt például sok pimp jármű, legalábbis. Kéróz, természetesen. Ó, és jó kis zene szól a kérózon. Na majd vidéken mennyit fogjuk kéróz nyomatni, igaz, hogy vidéken nem fogjuk a szőrös, fekete seggünket bansiba tenni. Csak izébe, Valtorb, vagy mi annak a neve? Nem tudom, Valtonba, ja. Oké, az oroszok meg a ballaszok bizniszelnek, ez nem tetszik nekünk. Jaj! Uha! Uhu! 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 Soha nem csináltam még ezt a küldit, így hogy berambóztam, azt elfutottam ide. Na már, miért nem robban? Jó van, ez fölrobbant. Jaj! Te jó Isten, agyonvág a kerék. Csak óvatosan, óvatosan jönnek az SMG-s homokzsákok. Hova futnak ezek, te jó ég? Na mindegy, azt megint szétlőjük. Oké. Zsírcsi, mircsi. Hol vannak még ilyen homárok? Ott van egy. Jó van, kinyírtam. Ajaj, ott is van egy. Ó, nem mondjátok, hogy itt spónolt le amúgy golyóálló mellé. Már akkor föl sem vettem volna, hogyha ezt tudom. Na mindegy, fölveszünk most ezt a fegyót egy kicsit. Aztán a küldi végén visszacseréljük természetesen az Uzira. Hogyha visszaadjunk a gettóba. Jó, kinyírtuk a ratyirambókat. És akkor már föl is veszük ezt a golyóállót és behatolunk. A női nemi szervbe. Nem amúgy nem oda, hanem a raktár helységbe. Boom. Ajaj, óvatosan, óvatosan. Na, ez gyönyörű érkezés volt! Mi a szar, erre nem számítottam, hogy hárman vannak a homokzsákok. Tűha. Tűrű. Tűrű. Tűrű, 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 tűrű. Jaj, nem kell volna fölvenni ezt az életet, na mindegy, jól jött volna később is. Ajaj, ajaj, kérem, még itt is vannak, jó sok golyóállót elrejtettek ezen a pályán, fölöslegesen szerintem. Király, igazi izéként rombol, vagy izé, úgy jöröttünk be ide, mint valami szuperhíró. I need a hero! Tűrűrű! Tűrűrűrűrű! Na jó, itt már ideje keményebb tüzérségre váltani. Mondjuk egy jó kis AK-ra. I need a hero! Tűrűrű! Ajaj. Most kiló, vannak még? Boom.
Oké, kinyírva a homokzsákok. Gyertek csak, buzikák. Gyertek. Én mindenkit kinyírok. Lehet önni ezzel rá. Oká! Nem hiszem el, keci. Nem is tudtam, hogy itt van oká. Lehet, hogy tudtam, csak elfelejtettem. Akkor megérte okával rambózni. Jól van. Wom! Oké, betörünk. Jó, oké. Fuck you, Amerikanski. Jól van, Amerikanski. Ám igen, sebződött az öreg. Jó van, hát akkor most fölöslegesen elcsesztem megint egy csomó lőszert. Már a kis öreg nem igen sebződött. Jó van, bele kell húzni gyerekek, mert még itt a végén mission failed lesz. Itt levágjuk az utat természetesen. Erre is nemrég jöttem rá, hogy itt le lehet vágni. Na mindegy, szétlőjük a Banshee-át, hát most ezt elcsesztem, na mindegy. Ez van. Nem volt nehéz dolgunk. Ennyi, ki is csináltuk a ratit. És mission passed. Természetesen jól jött volna egy kis cash, de nem kaptunk. Meghalt az orosz zsidó. Éges el. Oké, jajjaj, az én mocim is kigyulladt, nem á, nem á, nem á. Ne réci, ne, haza akarom vinni. Haza akarom vinni, jó, nem gyulladt ki, faszva. Jó, hát srácok, akkor szerintem let's go home. És akkor befejezzük a mai részt. Hát, ja. Egy hét után tehát Imiszkó visszatért, és hogyha ennek örültök, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy tetsziket. És time is over! Your son! Your son! What you know? Na, szóval, ja. Remélem tényleg megvan az öröm, meg a boldogság, hogy Imiszkó újra videót töltött föl. És amilyen mindenki örül, hogy a telefonján jött az értesítés, hogy Imiszkó új tartalmat töltött fel, vagy nem, újdonság Imiszkó csatornája, ja, azt hiszem valami olyasmi jön. Ja, szóval remélem, hogy örültök, hogy tényleg új csidejó. És akkor tényleg egy lájkot mindenféleképpen, guys. És ne felejtsetek el feliratkozni is, ugyanis 15 sub és elérjük a 2000-et, hamarosan örömkönnyekbe borulok. Na jó, szóval ja, thank you the figyelmet. És akkor, ja, leparkoljuk a vezérgépet. És akkor innen folyt köv legközelebb. Imiszkó most elhagyja a gettót egyelőre. És hamarosan egy időre tényleg elhagyjuk, ugyanis nem sokára irány a vidék. És most már tényleg jönni fognak újból a videók, amelyek tényleg remélem, hogy mindenki örül. Ha igen, akkor várjátok remélem a folytatást. Na, haligali, sziasztok!